jobbra, kereszt, jobbra, tip, balra, kereszt, balra. Több vármegyéből érkező szépkurúak táncoltak közösen a Tolnai Városi Sportcsarnokban. Az örömtánc találkozón köszöntőt mondott Berta Zoltán, Tolna alpolgármestere. Ennek a lényege igazából egy közösségépítő tánc, amennyire én tájékozottam már itt a vezetőtől. Igazából valami olyasmi is a szlogenjük, hogy nem kell semmit megtanulni. Tényleg azt a célt szolgálja, hogy az idősebbeknek is, a szenyoroknak is legyen egy folyamatos mozgási lehetőség, társaság, lehetőség, és ugyanakkor egy jó szórakozás is, hiszen fellépési lehetőség is van. Hiszen ez kezdetben önmaguknak, de már egyre több helyre hívják őket, hiszen éppen itt Tolnán múlt héten a Dunamenti Polgári Egyesület fesztiválján is fellépett a helyi örömtánc csoport, és nagy örömömre több tucat embert be tudtak vonni a közös táncba is, meg tudták mozgatni a közösséget. Ezúton is köszönöm szépen a helyi csapatnak a közreműködését. Az összejövetelt Sárközi Lúcia szervezte. Célja volt, hogy más térségeket összehívjon, hogy aztán együtt táncolhassanak. Először is az idős emberek közül sokan már egyedül vannak, és eleve jó az, hogyha ki mozdul otthonról és bemegy egy közösségbe. A másik dolog az, hogy itt a zene mellett, ugye a zene, a tánc az mindenki, az kortalan, mindenki megtalálhatja benne azt a formát, amit ő szeret, azt a mozgásformát, azt a táncformát, amit ő szívesen csinál. Ugye mi itt ezt kiválasztottuk, ezt a szenior örömtáncot, és azon kívül, hogy ugye most, hogy kikerültünk a munkavilágából, és már nem vagyunk olyan aktívak, ez egy nagyon jó módja annak, hogy fejlesztjük magunkat. A szervező bátorítja azokat az időseket, akik ki szeretnék próbálni ezt a táncformát. Először is nem kell hozzá partner, ami nagyon fontos, tehát bárki jöhet bármikor, és nem kell hozzá semmi előzetes táncolás, semmi nem kell hozzá, az kell hozzá, hogy valaki elhatározza, hogy én most ezt szeretném kipróbálni. Eljön, kipróbálja, táncol velünk egy kicsit, nem csak nézi, hanem be is áll, és akkor eldönti, hogy ez most jó neki, vagy nem jó, vagy elnyerte, mert természetesen nem mondom, hogy minden embernek ez a szíve ügye, de amint látja, azért országos szinten elég nagy népszerűségnek örvend a szenior tánc. Most azért is nem 29-én van a tánc világnapján, mert Budapesten mindig van egy központi rendezvény, és azért ott ezres nagyságrendben vannak ezek a szenior táncosok a Hősök terén. És ugye nem akartam, hogy azzal együtt legyen, hiszen megyünk oda mi is. Tolna vármegyéből is érkezett több tánccsoport, így például Györkönyből is. A györkönyi csoport körülbelül egy évvel ezelőtt alakult, és körülbelül 20-22-en járunk hetente. 2 óra hosszát tart a foglalkozás, nagyon jól érezzük magunkat, nagyon szépen összekovácsolódott a kis csoport, és igazán örömmel táncolunk. A táncokban körülbelül 200-250 szépkorú vett részt.